Juhász Mihály 101. alkalommal nyújtotta a kezét. Ő az egyik legtöbbször segítő ember Tolna megyében. 18 éves korom óta adom a vért, úgyhogy honvédségnél is adtam ugyanúgy. Úgy érzem, hogy ebben tudok segíteni embertársakat. Magyarországon először 1954. november 27-én adományoztak kitüntetéseket sokszoros víradóknak. Ebből az alkalomból a Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy november 27-e legyen a víradók napja. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretén belül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szinten is adományozni tud, és a vérellátó szolgálatnak 800 kilogramm lisztet tudtunk adni ebben az évben, hogy a véradóknak ezt továbbadják a karácsony és az ünnepek alkalmával. Rendkívül fontosnak tartjuk azt a tevékenységet, amit a véradó állomás végez, és nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy abból a megyében összegyűjtött búzából, leörölt lisztből azok a véradók is kapjanak, akik ilyen áldozatkészek, és vállalják ezt a feladatot. A Magyar Agrárgazdasági Kamara 800 kiló lisztet szállított a véradóállomásra az ünnep alkalmából. A véradás az adományozás egy speciális módja, hiszen az emberek saját testükből adakoznak. Valamivel, egy apró ajándékkal, ha megköszönjük a véradónak az ő adakozó gesztusát, azzal nagy örömet szoktunk szerezni. Mi törekszünk rá szponzorainkon keresztül is, hogy minél jobban valami apró ajándékkal megörvendeztethessük a véradókat. Nagyon szépen köszönöm. Örülök neki, hogy ilyenre van lehetőség. A 96-szoros véradó Bálint László is örült az adománynak. Azt mondja, minden egyes esetben, amikor megkapja az értesítést arról, hogy felhasználták a vérét valaki megsegítésére, olyan jó érzés fogja el, amiért érdemes újra és újra visszajönni és vért adni.